Az elmúlt hét közepe óta a törökországi Antáliában edzőtáborozik a kisvárdai futballcsapat. A 26 játékos és a szakmai stáb az első két napban nem élvezhette az időjárás kegyeit, azóta viszont tökéletes körülmények között, és ami a legfontosabb, füves pályán készülhet a tavaszi bajnoki folytatásra az NB2 ötödik helyén álló együttes. Révész Attila tanítványai már túl vannak három edzőmérkőzésen. Az első meccsen egy nagyon erős, agresszív, rengeteget futó és technikás együttes ellen az első fél időben elfogadhatót nyújtottunk, ekkor vezetünk is 1-0-ra. A második fél időben pedig egy picit érződött a fáradtság, ami az utazás miatt, illetve a több edzés miatt érthető valamelyest, és hát elkerülhető gólok miatt kikaptunk 3-2-re. Ugyanakkor nagyon nagy jelentősége volt a meccsnek, mert füves pályán tudtunk játszani. A rákövetkező két mérkőzésünkön is a Sáttyor Donyec elleni 21 ellen olyan teljesítmény nyújtottunk, ami várható tőlünk. Ott 4-0 győztünk, mai nap pedig egy grúz első ligás csapat, amely a tavaly bajnokságban az első helyezett, a Csikura nevezeti csapat ellen egy 2-0-as győzelmet szereztünk. A szakember elmondta, hogy valamennyi játékossal elégedett, az új szerzemények pedig az eddigi tapasztalatok alapján erősítés jelentenek majd tavasszal. Azt gondolom, hogy nem tűnik kincsvári optimizmusnak, és nem vagyok talán nagyképű, azt mondom, hogy lényegesen erősebb most a keretünk, mint az ősz folyamán volt. A Horváth Zoli már ugye 8 gólnál tart, de most már Rajci Peti is betalált ma. A középpályásaink is gólképesek, lényegesen javult az átlagmagasságunk, ez a pont ugrásoknál fog majd kamatozni, mind a védekező, mind a támadó résznél, és azok a játékosok, akik jöttek, hiányposztra jöttek, lényegesen többek vagyunk. A Bacsával nagyon felgyorsultunk, Horváth Adrián nagyon nagy intelligenciával rendelkezik, a Horváth Zoli pedig a centerünk, ugye támadó játék nagyon-nagyon nagy segítségünkre van. A kisvárdai csapat pénteken a macedón első osztályban szereplő Szilex ellen lép pályára, majd szombaton hazautazik az együttes.